Azért voltak kezdeti problémák, még meg kell egy kicsit szoknom az új autót. Nagyon sok minden ebbe más, de a vége fele már kezdtem megbarátkozni vele, úgyhogy egész jól sikerült ez a futam. Háttérben látszik, itt van a másik is. Elhoztátok Tartinak, hogyha Igen, nagyon a vége fele sikerült ezt összedobnunk, úgyhogy még izgultunk, hogy minden jó-e rajta, átveszik-e, tehát mindent szabályosan csináltunk-e meg rajta, de végül átment, így nem volt szükség a másikra. Hogy érzed az idei vége felé az utolsó versenyen, mire lehetsz vele képes? Vagy mi a cél egyáltalán? Az idei év így abszolút gyakorlás, és hogy minden jól beálljon, tehát most is kijöttek azért kezdetleges dolgok, amiket majd meg kell csinálnunk rajta, azok most kiderültek. Úgyhogy az év végére már egy viszonylag megbízható autót szeretnék, amivel úgy egész tempósan körbe találok a pályán. De azért van mosoly az arcodon, amikor beleülsz, nem? Igen, tehát ez már úgy tényleg egy igazi szuper 1.6-os, úgyhogy ezzel már úgy a mezőnyhöz közel lehet érni eléggé. Köszönöm szépen, gratulálok, jó felkészülés, Mário Pósa.